A boldog családok mind hasonlóak egymáshoz. Minden boldogtalan család viszont a maga módján az. Ez az Anna Karenina című regény első mondata. És hogy igazat adnak-e az író óriásnak, Lev Tolsztojnak, azt kiki döntse el saját maga. Köszöntöm Önöket. Mai rohanó, széteső világunkban oly ritka, mint a fehér holló boldog családot találni. Még inkább az, úgy gondolom, mint Tolsztoj idejében volt. A Kultúrmorzsák stúdiójában ezúttal egy általam boldognak vélt családot, egy muzsikus családot szeretnék bemutatni. Akikkel, mint az iménti bevezetőből már kiderült, sok mindenről szó lesz. Életről, boldogságról, problémákról, mert senki előtt nincs rózsaszirommal behintve az út, de zenéről is természetesen. Mindjárt névjegyként és kezdcsinálóként kezdjük ezzel. I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tiny state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Too much love within you, if you can't bring out your mind. I'm just a shadow of the man I used to be, and it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine, now all I ever do is bring you down. How would it be if you were standing in my shoes? Can't you see that it's impossible to choose? There's no way it sends it. Every way I go, I'm back to you. Mint az imént említettem, egy általam nagyon kedvelt, szeretett család ül itt a stúdióban, Lakatos Ágnes, Csuhay Barna Tibor és Csuhay Barna Kincső, de ide várjuk még a család negyedik tagját, a még nagyobb lányt, Rebekát is, ő egyelőre órán van a Zeneakadémián, de hamarosan megérkezik. Családias légkört mondtam, és próbáljuk is ugyanazt a hangulatot, talán sikerül elérni, mint Kalocsán, mert Kalocsa a mi megismerkedésünk helye, a híres Kékmadár Fesztivál, ahol ti, mint vendéglátók és családtagok, és persze, mint művészek is részt vesztek majdnem valamennyi fesztiválon. Én meg, mint házigazda, háziasszony, nem a spenótot főzöm, hanem próbálom a műsorokat igazgatni valahogy. Nektek, mert az igazi nagy család persze Kalocsán van, édesanyád, édesapád ott él, és náluk szokott összegyűlni a még nagyobb család, hiszen három testvéred van, és az ő családjuk, tehát a ti kis négyesetek ennek az igazán nagy családnak egy kis része. A zene hozott össze benneteket. Egészen pontosan Ági egyszer úgy fogalmazott, ami nekem nagyon tetszett, hogy nekünk nagyon egybeépült az életünk. Biztos arra gondoltál, hogy nem csak házas, szerelmes pár és házas pár vagytok, hanem rengeteget együtt is dolgoztok, de erről majd később. Mikor ismerkedtetek meg? Hát már jó régen, ahogy a gyerekek korát látom. Hát ez a konzervatóriumi időkre vezethető vissza. A jazz tanszakon kerültünk egy osztályba.
az első osztályba. És hány évesek voltatok, kamaszok? Hát kamaszok azért nem, ez nem. Már érettségi után. Ja, érettségi után. Egy 20 évesek voltunk már, 20 éveink közepe táján. Ugye ezt nem lehet elfelejteni, ahogy mi először találkoztunk. Ugye én előképzős voltam, a konzervatóriumnak akkor az 3 éves volt, és előtte volt egy ilyen előképzős osztály, és ugye a nagy százalékban oda vettek föl növendékeket, de a Tibor az annyira kiugró tehetség volt, hogy őt azonnal elsőbe vették föl, és hát én ott láttam meg őt. Én nem azt mondom, hogy ott találkoztunk először, hogy első látásra robbant ki ez a szerelem, előtte volt egy nagyon mély barátság. Én azt, valahogy így az indult jó, a dolog, egyébként és dolgoztunk is. Többen azt mondják. Együtt, igen, valahogy így. És ez így is maradt, mert mind a mai napig dolgoztok külön is, meg felléptek külön is, meg együtt is. Mikor házasodtatok össze? Hát ha Rebus most már 24 éves, akkor 24. Hát azért már az egy majdnem negyed század. És hogy bírjátok együtt? Hát én úgy látom, hogy jól. Jól bírjuk, van, amikor jobban, van, amikor kevésbé, hát a hullámvölgyek ezek vannak. Ez így van. De alapvetően. Mondtam az imént, amikor a boldogságról idéztem Tolstojt, hogy a boldog embereknek, vagy a boldog családoknak sem 100%-osan boldog mindennapjuk természetesen, és nem rózsaszirommal van az útjuk telehintve, ez teljesen nyilvánvalóan így van. Hát persze, hát nem, én nem is szeretem, amikor itt kinyilvánítják, hogy amint a család, amint a házas, nincs olyan, hát nincs, mindannyian tudjuk. Van, hogy a munka nehezebben megy, van, hogy kevesebb, anyagilag nehezebb, ezeket mind végig kell járni, végig kell küszködni, de azért nekem az erről az egész intézményről, mint a házasság, nekem azért jó véleményem van. Tehát azért ez egy, hát ez az alapja magának, ugye a családnak. De ti jó példát is hoztatok magatokkal. Én Tibi családját annyira nem ismerem, mint a lakatos familiát Kalocsán, és hát nem túlzok, hogyha minden vendég, a gyerekek barátai is, az én gyerekeim is, amikor ott vannak, mindig azt mondják, hogy jaj, de jó lenne ilyen nagy családban élni, mert az együvé tartozás az úgy sugárzik ebből a familiából. Tehát jó példa van előtted. Igen. Igen, csak és 20-valány év alatt már Tibi is megszokhatta ezt a példát. Igen, így van. Édesanyádék is nagyon-nagyon szépen élnek, én már ki tudja hány év volt. Hát már 54-55 lesz most, azt hiszem pontosan. Na most, ha visszatérünk a zenére, mert ugye egy muzsikus pár, egy muzsikus család életében azért ez nagyon meghatározó, akkor miért pont a jazzt választottátok? Mert ahogy mind a ketten a jazz tanszakon végeztetek. Tehát miért pont a jazzt? Hát az én esetemben ez egy szinte egy véletlenem múlt. Nekem úgy ajánlották esetleg a hangi adottságok miatt. Igen, a hangfekvés miatt, és nekem akkor nem... Tehát ugye ez teljesen más világ volt, szóval nem volt a YouTube, nem voltak olyan hozzáférhetőségek, hogy az ember úgy felszívta volna magát, vagy annyira otthon lett volna ebben a műfajban. És hát egy kicsit egy ilyen véletlen folyamán, egy ilyen amatőr, alternatív zenekarba énekelgettem, és akkor persze voltak klasszikus előtanulmányaim is, és úgy ajánlgatták, és hát valahogy egész véletlenül, egy kicsit ismeretlenül csöppentem bele ebbe a világba. Egyébként az egész lakatos család tulajdonképpen a zene bűvöletében élte, és éli minden napjait, hiszen édesanyád énektanárnő, igen, édesapád zeneimádó, azt én tudom jogászlétére. És hát tudod mit? Most ne te mondd el, hanem Tibi, hogy van az akkor a három lakatos gyerekkel, ezt Ágira is értem, meg Gyurira, meg Péterre. Tehát akkor a mama, a nagymama, ugye, énektanárnő, Ági, tessék beszélni. Igen, a férfiaknak Ági. Beszélni kell. Ennyi nő mellett szóhoz kell, hogy jussál. Igen, hát Ági ugye énekes, a öccse, Péter, ő zongoraművész. Ő Debrecenben, él, és ott tanít az ottani zeneművészeti főiskolán. Gyuri a bátyja, ő fagótművész, és az egyetemnek a tanára. És most már tanszék, friss tanszékvezetője. Tanszékvezetője is, a Fafúvós tanszéknek. Úgyhogy hát a hozzá társuló házastársak is
zenészek, így aztán nem meglepetés, hogy hogy a gyerekek is az anya tejjel szívják magukba tulajdonképpen a zenét. Még azzal a kérdéssel, vagy azzal a válaszsal még adós vagy, hogy te miért a jazzt választottad? Te nagybőgőzöl, és persze komponista is vagy. Igen, nagybőgő és basszusgitár. Én is klasszikus képzettséggel kezdtem, zongoráztam. Hát az alapokat szerintem mindenkinek ott kéne kezdeni. Igen, a zongorával lehet leginkább megszerezni. Én aztán elkezdtem autodidakta módon gitározni, és rockzene felől közelítettem a jazzhez. És hát mikor az a válaszúthoz jutottam, hogy most valami polgári foglalkozás irányába mozduljak el érettségi után, hogy otthonról én is azt kaptam, hogy menjél fiam, menjél jogásznak, legyen egy szakmád, tisztességes szakmád. És akkor mellette persze nagyon jó lesz a muzsikál, más horgászék, te akkor majd zenélsz. Tehát ilyen hobbi szinten otthonról nagyjából kb. Ennyit láttak bele a dologba, de én éreztem, hogy ez komolyabb, és hát a klasszikus zene szerettem, imádtam, de hogy a klasszikus zenével foglalkozzak, talán le is késtem már akkor erről. A könnyű zenében viszont nem is volt olyan képzési mód igazán, ami tetszett nekem, és akkor jött ez az ötlet, hogy hát a jazz tanszakon próbálkozunk meg. Én akkor basszusgitároztam, de akkor még nem volt basszusgitárszak, és akkor javasolták, hogy a nagybőgő az majdnem ugyanaz, hát akkor menjek nagybőgőre. Hát mennyivel nagyobb? Mennyivel nehezebb cipelni. És mennyivel nehezebb cipelni. Na, úgyhogy így. Dióhéjban. Miután a házastársak is muzsikusok, természetesen, hogy a gyerekek is ilyen közegben nőttek fel. Ez nagyon egyértelmű volt számodra, hogy a zene az egy kijelölt út? Szerintem édesanyádék biztos nem befolyásoltak, nem úgy ismerem őket, hogy vertek volna egy pálcával. Nem. Hát már egészen kiskoromban elkezdtem én is zenét tanulni, egyébként önszántamból. Tehát én is zongoráztam, 6 évig azt hiszem tanultam. És mindig is zenei iskolákba jártam, tehát énektagozaton. Ezt viszont tudom, hogy azért ágék nem írták elő, de azért erre terelgettek. Hát ezt előírtuk. Ezt előírtátok, igen. Anya mindig azt mondta régen, hogy egy úri hölgynek tudnia kell zongoráznia. És hogy ezért mi tudjunk, mert hogyha majd a későbbiekben semmi másból nem fogunk tudni megélni, akkor legalább ez meg lesz, hogy tudunk zongorázni. Hát édesanyának nagyon igaza volt, majdnem mindig, és most is egy nagyon klassz suliba jársz. Igen, a Marcibányi téri Kodály gimnáziumba járok. Ebben az iskolában több kórus működik, és ezeknek a kórusoknak mind a tagja vagyok, az aktív tagja. Nagyon szeretem, mert nagyon jó. Thank you.
rengeteg időt töltünk együtt, mivel rengeteg a próba, tehát elég sok munkát fektetünk bele, de abszolút megéri, mivel rengeteget utazunk, külföldön pont is. Pont ezt akartam kérdezni, hogy biztos utazgattok is. Belföldön is. Például tavaly voltunk Olaszországban, előtte Litvániában, úgyhogy nagyon izgalmas. Ez nagyon izgalmas, de amint mondtad, sokat kell azért tenni, hogy egy bizonyos színvonalat megüssetek, és talán még haladjatok is, de azért ezt mégiscsak díjazták, mert mikor is pontosan junior prima díjasat lettetek? Igen, 2011-ben a lánykarunk nyert egy ilyen díjat. Amerikában voltál Kovács Krisztályékkal. Igen, ez egy... Mégpedig egy hosszabb út volt. Hát két hét volt. Hát elég hosszú az utazgatással együtt. Utazgatással együtt... Érdekes világ tárult elénk, a helyi magyarok meghívására mentünk, tehát a magyar házakba játszottunk, Los Angelesbe, San Diegóba, San Franciscóba, tehát a nyugati parton. Nagyon nagy élmény volt, én még nem jártam arra felé, úgyhogy ilyen szempontból. Bár gondolom az ilyen turnékon, főleg, hogyha sokat utazgatok, akkor magam tapasztalatából is mondom, hogy nem nagyon sok idő jut arra, hogy az ember megnézze azt az országot, ezt mindannyian tudjuk, de azért mégiscsak jó beleszagolni egy egészen más környezetbe. Egy olaszországi kis turnéban, meg ott valahogy meg jobban összerázódnak talán az ilyen turnék alatt az emberek is. Ezt ti különösen tudjátok, mert én eddig is figyelemmel kísértem, de én összesen tudom számolni, hogy Ági és Tetibi hány formációban már voltatok, alapítottatok, játszottatok vendégként, aztán jöttek hozzátok, szóval most akkor jelenleg mi a felállás? Most kettőtökről van szó, tehát a közös. Hát ami nagyon régóta meghatározza a mi zenei utunkat, az a duó együttesünk, aminek nagyon kreatívan ugye az lett a neve, hogy Voice and Bass, lehetett volna Bass and Voice, de hát lett Voice and Bass. Tehát ez a... Hát mégis ez az elsőbség, nem? Igen. És hát ez gyakorlatilag azóta működik, mióta mi együtt vagyunk. És ezt hát én akkor... nagyon szeretem, ez egy állandó csapat, mi mindig tudunk próbálni, mert otthon mindig van idő, azt lehet éjszaka, kora reggel, akármikor. Nagyon inspiráló felállás egyébként, nem egy könnyű műfaj, de egy egész újszerű dolgokat lehet kitalálni, tehát egy nagyon, nagyon progresszív dolognak tartom. És ezzel a formációval már számtalan koncertet adtunk, több CD jelent meg, úgyhogy én ezt nagyon... nagyon szeretjük csinálni. Ez úgy összetart minket, ez is. Ez is. Nagyon sokszor kapok meghívót tőletek egy-egy koncertre. Talán a Rádió Márvány termében sikerült is egyszer eljutnom, de nem tudok annyiszor elmenni, ahányszor szeretnék, de hát ilyen az életünk. Úgyhogy arról is csak az internetről értesültem, hogy annak idején azt hiszem az a második CD-tek volt az Into the Groove. Ezzel a formációval. Ezzel a kettőtökkel. Igen, így van. Igen, mert igen. Erről találtam aztán egy nagyon klassz kis kritikát. Meghallgatni ugye nem tudtam még, de hát én hiszek a kritikusnak, mert azért dicsérni sokkal ritkábban szoktak, mint valami hiányosságot felemlegetni, és akkor azt írták, hogy Lakatos Ágnes és Csuhay Barna Tibor második duett CD-jének bemutatója, és akkor itt van az Into the Groove címmel, igazi különlegesség a jazz világában. Az ének és a bőgő kettőse nagy kihívás jelent a zenészeknek, amelyhez magas technikai tudásra és művészi együttműködésre van szükség. Világviszonylatban is csak pár duett adott ki teljes CD-t ebben a felállásban. Hát azért ez gondolom megsimogatta a lelkecskéteket. Meg is dolgoztatott minket rendesen. Tényleg megsimogatta. Legalább meg lett az eredménye. Igen, így van. Így miért olyan nehéz ez az egész? És kérdezem ezt azért, mert nem csak én nem vagyok zenei szakember, hanem valószínűleg a nézőink nagy többsége sem. Hát a fő nehézséget az okozza, hogy ugye két ember játszik, az ének, ami ugye a top, tehát a teteje a dolgoknak, és a bőgő, aminek ez az alja. Tehát középen kimaradnak a harmónia hangszerek, mondjuk egy teljes zenekarhoz képest, illetve nincs dobse, vagy a ritmus biztosító egyéb más hangszer. Tehát mind a két tagnak nagyon nagy koncentrációra van szükség,
A bőgőnek, hát én nekem az a nagy kihívás, hogy nekem kell egy szemébe biztosítani a harmónia érzetet, a basszus vezetést, a ritmust. Az Ági pedig ilyen szempontból tőlem függ. Tehát, hogy neki pedig arra kell intonálnia, amit én két intonálós hangszerről lévén szó, tehát állandó fülkontaktusba és szemkontaktusba is kell lennünk, hogy rendesen. Ez tovább erősíti a kapcsolatot, hát, de Ági vajon hogy veszi, hogy te uralkodsz akkor? Szerintem azért egy házasságban majdnem mindig az asszony tartja, kevés kivétellel mondjuk a gyeplőt, de nem a nadrágot viseli, mert Ági azért nagyon szoknyás. Tehát Ági hogy viseli, hogy most zenében biztos, hogy miután szereti a te muzsikádat, meg elismer, mint szakembert, nyilván jobban hallgatál, de nem okoz ez feszültséget? Igen, vagy sose? Zenében nincs, hát ott a színpadon. Szóval zenében soha nincs veszekedés. Hát azért nem csodálom, hogy akkor sok, hát, hogy miért sokat tetted ezt a bióban. Számot ebben a hangnemben, ilyen van. Ugye kisebb szakmai problémák fölmerülnek azokat. Én még azt szeretem volna ehhez a közös munkához, hogy ebben valahol a lányok is egy kicsit otthon benne vannak, mert ugye ők ilyen napon hallják azt, hogy mi gyakorolunk, ha tetszik nekik. Na, már, mondjad. És nagyon jó kritikusok. Kincső is, meg Rembus is. Kincsőnek a koncertjeinken ott vannak. Ezt akartam kincsőkérdezni. De hallják, hogy elnézést, hogy honnan indult el, hova jutott. Koncert után azonnal mi tetszett, tehát ilyen nagyon jó a kritikai véleményük, tehát helytálló? Jó, hát most egy nagy munkában van benne a Tibi, most épp kórusműveket komponál otthon, és a Kincső volt az első, akinek megmutatta, mint ugye oszlopos kórustag, és hát jó véleményeket. Na, milyen vélemény? Na, mondd el. Egyébként nagyon örültem, hogy pont nekem akarja megmutatni, hogy mit szólok hozzá. Hát elmondtam a véleményemet, hogy melyik tetszik a legjobban, és miért. És hogy állítólag túl modern. Igen, ez megkapta. Majd az idő. Egyébként pont Ági elmesélte helyettem, amit kérdezni akartam, hogy ott vannak-e a gyerekek a koncertjeiteken. Szerintem kicsikorukban, lehet, hogy most már azért mind a ketten elég nagyok a jazzhez, de azért a jazz nem kifejezetten egy fiatal gyerek lánynak való, vagy még kamasznak se talán, szóval általában a gyerekek nem jazz szoktak hallgatni. Hát az egy későbbi... Ez egy érési folyamatnak az egyik stációja már. Szóval hogy voltatok ezzel, ha visszaemlékszel úgy nagyon-nagyon régre? Próbákon. Mert arra emlékszem, Kincső, amikor bármilyen zenére ti a Gyuri gyerekeivel, Dorkával meg Sárával, a négy lány, hát ez hihetetlen számomra, néha az én Rebussal egy idős legkisebb Sofim is betársult, és mindenféle zenére, akár még a Gregoriánra is rásztátok a kis feneket. Összefogóztatok és táncoltatok mindenre. Tehát mindegy az, hogy milyen zene volt, ti csak táncoltatok. De valójában a jazz az gyerekkorotokban hogy volt jelen az élet? Azon kívül, hogy hallottátok. De azért kedveltétek, vagy nem annyira? Erre így nehéz visszaemlékezni. Ha mert olyan régen volt. Igen, tehát hogy egészen kicsi korom óta jártam ezekre a koncertekre. És de a hogy próbákra is sokszor. Igen. Tehát vokálpróbákon is sokszor, ami ugye jazz, tehát az sem nem klasszikus volt, tehát sokszor ott voltatok. Igen, mert, hogy... tehát ezt így bevallom, hogy olyan kicsiként még annyira nem élveztem ezt a jazz zenét. És akkor ilyenkor volt, hogy mondjuk pontoztam az énekesnőket, hogy ki a legszebb, kinek a legszebb haja, meg így megfigyeltem mindenféle. Tehát figyeltem a színpadot, hogy ki mit csinál, hogy mozog. Igen. Kincső, még azt mondd el nekem, mert én nagyon fontos munkát bíztam rád, és hamarosan a szerkesztői szobában van dolgod, kihasználom, hogy ismerős vendégem van, és megmertelek bízni egy kisebb fajta feladattal. Még annyit, hogy a muzsikán kívül, hát ugye majd jövőre érettségizel? Igen, még van egy. Még van egy éve. Igen, hát a mostanin kívül. Igen. És a muzsikán kívül mi az, ami nagyon közel áll hozzád? Régen szerettél rajzolni, ez megmaradt? Igen, a mai napig rajzolok, főleg ilyen non-figuratív képeket szoktam alkotni. Már majdnem olyan modern, mint a jazz, nem? Úgyhogy igen. Egyébként szeretek verset mondani, szoktam ilyen jellegű versenyekre járni.
Milyen hogy... érdekes rebus, Rebeka viszont verset ír, de ezt majd akkor, amikor már itt lesz velünk. Szóval akkor szavalni is szeretsz, verset igen. mondani? Igen. Úgyhogy... És valami filmezésről hallottam. Ez mi volt? Érdekel egyébként engem így a média, meg a filmek nagyon. Már volt alkalmam szerepelni egy kis filmben is, és már kaptam felkérést újabbra. Úgyhogy... Hát akkor előtted a pálya, ki tudja még, hogy melyik. És tényleg gondolkodtál azon, hogy akkor mégis mi? Mert biztos, hogy a zenében valamit elvégzel, úgy látom én, meg gondolom. Az a baj, hogy túl sok minden érdekel, és még nem kristályosodott ez így ki. Na hát nézd, ahhoz képest, hogy én érettségizős koromban, februárban még nem tudtam, hogy mi akarok lenni, és melyik egyetemre adjam be a felvételi papírokat, ahhoz képest már sokkal előbbre vagy, mert te legalább tudod, hogy szeretsz rajzolni, a zene is jól megy, imádsz énekelni, filmes felkérésed is van, hát tudsz majd válogatni. Kincső, akkor most megállunk csak annyira, hogy helyet cseréljetek, mert Rebus viszont Rebeka megérkezett a Zeneakadémiáról, éppen óráról rohant. Közben megjött Rebeka is, a nagyobbik csuhaj barna lány. Nagyon nehéz nekem kimondani, egy lakatos van, és a többiek mind csuhaj barnák, úgyhogy. A Zeneakadémiáról jöttél éppen óráról, de nem kellett nagyon sietned, mert végül is elhúzódott egy kicsit a felvétel. Most éppen milyen órád volt? Most éppen kamara zene óra volt. Szó volt már arról, hogy Lakatos György, fagott művész, a frissen kinevezett tanszékvezető, hát éppen a nagybátyád. Mondd, milyen érzés úgy járni egy egyetemre, hogy pont a nagybátyád a legnagyobb főnököd, idézőjelvetett főnököd? Hát, fura. Annyira nem szoktam reklámozni egyébként. Néha azért ősebb írjuk, és oda jön hozzám a folyosón, meg ilyesmi, de hát nyilván nem az a legfontosabb. De ahogy én Gyurit ismerem, sokkal nagyobb az elvárása a családtagokkal szemben, mint mással, jól gondolom? Az biztos. Ági, te tudnál erről mesélni? Hát, de ez jó, hogy van ez a nagyon erős minta előttünk, mellettünk, tehát hogy Rebus is nagyon sokat gyakorol, ugye Gyurival nekünk vannak közös munkáink is, és nagyon inspiráló. Tehát az ő szorgalma az pozitívan hat mindannyiunkra. Csak. Thank you.
Nem beszéltünk még arról, hogy milyen sikereket értetek el együtt is, külön is, nagy együttessel, mert hogy váltogattátok, ugye erről már szó volt. Tehát a sikerekről valamit meséltek. Én találtam egy adatot, amiről én nem tudtam, de hát én annyi mindenről nem tudok. Azért is találtam ki ezt az egész beszélgetést, hogy még többet meg tudjatok voltok, ne csak magánozzunk halocsán, és ott sincs elég időnk rá. És ez bizony arról szól, hogy Ági 2004-ben a Cantata Mondialon, a világ egyik legnagyobb vokális fesztiválján és versenyén a csehországi Olmützben aranyérmet nyert. Hát igen, ez egy nagyon szép emlék. Ez a Jazz Voices kórussal történt, ez a nagyon sikeres részvételünk ezen a versenyen. Velük elég sok helyen jártunk, lemezt is készítettünk, nagy rész Csuhay Barna Tibor kompozíciókat adtunk elő. Ez egy ilyen kortárs zenei törekvés volt, én borzasztóan élveztem csinálni. Ez most kicsit szünetel, de hát mint ahogy gondolom színdaraboknál és színi társulatoknál is előfordul ilyen, hogy annyi fele dolgozik van az ember, úgyhogy ez most per pillanat nem működik, de egy nagyon-nagyon művészileg is, mert mindenhogy egy meghatározó része volt az életemnek a Jazz Voices kórussal való munka. És te mire emlékszel olyan nagyon-nagyon jó szívvel vissza, ami nem megy ki az emlékezetedből? Ami számomra egy meghatározó zenekar volt, az a Eastside Jazz Company nevű formációnk.
amit hát részint azért, mert én azért 10 évet eltöltöttem a népzenei palettán, egy Vasmalom nevű zenekarral rengeteget játszottunk, rengeteget turnéztunk, és ott kaptam talán egy olyan adagot a népzenékből, nem csak a magyarból, hanem a világ összes népzenéből, mivel ezeken a fesztiválokon nem csak fellépők voltunk, ahová jártunk, hanem meghallgattuk az ottani számunkra teljesen varázslatos és soha nem hallott üzbég és indiai zenekarokat. És hát ennek a 10 évnek a hozadéka vezetett oda, hogy szerveztünk egy saját zenekart, ami hát a saját témáinkat volt hivatva eljátszani, de ezeket egész rendesen megtermékenyítette ez a folkos háttér. Tehát ez az Eastside Jazz Company, ez egy olyan összetételű zenekar volt, amiben cimbalmot tettünk. Lukács Miklós volt a cimbalmos, aki azt hiszem, hogy talán ezzel a formációval debütált a jazz színpadán, és azóta az egyik legkeresettebb cimbalmos, most már világszerte. Tehát most már mondhatom, hogy szinte világsztár. Fúvós került még ebbe a zenekarba, és ez egy nagyon érdekes utat bejárt zenekar. Most jelen pillanatban ez a zenekar is inkább a föltöltődés időszakában van, de tervezzük, hogy jövőre újra újult erővel a színpadra lépünk vele. Rebekának adom át a szót, akit mindannyian csak Rebusnak nevezünk, tehát olyan szép az, hogy Rebeka. Mond, hív valaki egyáltalán Rebekának? Hát, hogyha rossz feltettem a tűzre, akkor előfordul otthon. Ja, igen, Rebeka, akkor rögtön Rebeka lesz. Nagyon komoly megszólítás, igen. Jó, hát akkor maradsz te nekünk, Rebus, mert most éppen semmilyen fát nem tettél a tűzre. Viszont mondd el nekem, amit Kincsőtől is megkérdeztem, hogy nagyon egyenes utad volt a zenei pálya, mert édesanyádék nem vertek téged se bottal, hogy akkor neked most el kell végezni a fuvola szakot. Pécset jártál. Igen, Pécset. Az első 3 évet ott most végezted, és most vagy a masteren. Most vagyok a Zeneakadémián, igen, a masteren. Szóval egyenes volt ez az út? Vagy hát azért volt egy kis megbicsaklás, vagy tétovázás? Egy nagyon pici kis bicsaklás volt, mert ugye én zongoristaként kezdtem, és amikor a második hangszer kiválasztására került sor, akkor kitaláltam, hogy a fuvola lesz az, és hú, de jó, és mit tudom én mi. És nagyon gyorsan haladtam a fuvolával azokhoz képest, akik tényleg akkor kezdték el, mert ugye már tudtam kottát olvasni, ismertem a, nem tudom, zenei kifejezéseket, meg ilyesmi. És aztán már abban a korban érkeztem nagyon hamar, amikor a konziba kell felvételizni. De annyira még nem tudtam jól fuvolázni, és akkor volt egy egész kis kerülő, 1 évet jártam egy gimnáziumban, angol szakra, ami egyébként jót is tett, tehát utána a nyelvvizsga az így kicsúszott, meg ilyesmi, igen. Úgyhogy ez volt az egyetlen kisebb kerülő, de utána rögtön jött a konzervatórium, aztán Pécs és most Zeneakadémia. Szóval akkor eléggé egyenes volt ez az út, igen, eddig. Mondhatjuk. Van egy másik szerelmed viszont, és ez a költészet. Kincső azt mesélte el nekünk, hogy nagyon szeret verseket mondani, és én már akkor jeleztem, hogy a nővérkér viszont verseket ír, nem mintha ő ezt nem tudná, de azért számomra ez meglepetés volt, mert ez már jó néhány évvel ezelőtt történt, hogy nem csak magadnak írtál az íróasszal fióknak, hanem már meg is jelent, ugye, az irodalmi jelenben? Igen, az irodalmi jelenben. Amit most tavaly, igen, tavaly jelent meg. Igazából azelőtt nem nagyon mutogattam. Így szokott ez lenni a költőknél. Igen, csak egy ilyen kis blogot írogattam, amit a legközelebbi barátaim ismertek csak, és akkor néha nekik megmutattam, hogy mégis mondják el, hogy mit gondolnak. És akkor megláttam, hogy kiírtok egy ilyen pályázatot az Irodalmi Jelennek a szerkesztősége, hogy fiatal debütálni vágyó költőket és írókat várnak, és hogy mindenképpen valamit vissza fognak írni. És hát nekem nem igazán volt fogalmam arról, hogy ez mégis mennyire magas színvonalom, amit én itt összeírogatok magamnak. Úgyhogy próba szerencseként elküldtem nekik egy pár verset, és egész pozitív visszajelzéseket kaptam, és meg is jelentem a nyomtatott számban is, és az interneten is. Rozi, gyere csak ide, ne rosszalkodj, és nem tudom, hogy miért morogsz itt, miközben mi verset akarunk hallgatni. Azért kértem, hogy hozd el ezt a folyóiratot, mert ugye benne van az a vers, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy kérlek, olvast fel nekünk, aztán még visszatérünk a zenére egy picit. A címe Batyú.
hoztam neked képzetet, érzetet, fényeket, kedvet, reményt, lillát, úszó dinnyehéjat, rejtett csillagrendszert, eltört szilvafát, táncoló bóbitát. Hajszálat, csigolyát, hűstenyeret, csupasz zöld, hoztam fehér csöndet, félixit, cigarettát, négy ökrös szekeret, kacagva szaladó őszt, hoztam neked dallamot, titkot, nyálmintát. Összegyűrt zsebkendőt hoztam, éjjeli szuszogást, csókfoltos lepedőt, sóhajt, hajnali hunyorgást. Hoztam porcicát, katicát, matricát, papíron tintát, betonkoptatta cipősarkat, pár száz mosolymintát. Hoztam neked felciccenést, bőszfintorgást, kérdést, választ, sötét duruzsolást. Hoztam neked esti sétát, tányéron koccanó villát, neked hoztam ajkat, homlokot, villát. Köszönöm szépen, én közben Ágit figyeltem, akinek gyanúsan elhomályosodott a szeme. Hát egy picit, igen. Hát egy picit talán, nem véletlenül nekem ez az egyik nagyon kedvenc versem, és nem csak Rebustól. Mit éreztetek akkor, amikor, és általában a szülők, hát én is átéltem ugye a balettáncos gyerekemmel a vizsgáit, meg a fellépéseit, de ez már olyan régen volt, hogy elfelejtettem, szóval mit éreztek akkor, amikor a gyerekek megmutatkoznak, mondjuk ugye Kincső a kórusban, de mondjuk az sokkal izgalmasabb, amikor Rebus egyedül fuvolázik, hát ugye itt volt a diplomakoncertje, amire majdnem sikerült elmennünk, de hát Pécset volt, és aztán ez nem jött össze, szóval akkor na, akkor mi van? Nagyon drukkoltok? Szerintem jobban izgultok, mint ő, nem? Hát nekem jobban, régen volt. Szóval véged volt? Nagyon egy izgultam. Egymáshoz szólni is elszóltunk, közben igen, nem mertem oda nézni egyetem. Büszke akár? Büszke, igen. Hát elsősorban büszkeség töltött el. Akár a Kincsőnél, akár a Rebusnál, amikor Kincsőt látom a kórusba énekelni, azzal az átszellemült arccal, ahogy ő ezt végzi. Rebus, ahogy a színpadon áll, tehát elsősorban büszkeség, és hát persze hatalmas druk. De nagyon jó, mind a ketten nagyon szépen szokták hozni magukat, hogy így fogalmazok. A versekre visszatérve, a számunkra ugye megdöbbentőbb volt, ugye, mert azt mi nem láttuk, vagy ne, annak ti a születését. Ti nem is tudtatok róla. Tehát tudtuk, valamit. De nem tudtuk ezt igazából hova tenni. Tehát ez amikor, tehát azért is szabályosan megkönnyeztem, mert olvastam persze, de egész másképp hat az emberre, hogy mik jönnek ki belőle. Tehát az ember mégse ismeri annyira a saját gyerekét, mert a gyakorlást azt halljuk, hogy miből születik, amikor egy órán keresztül azt a motivumot, de hát ugye melyenek vannak. Tehát azt halljuk a folyamatot, ahogy létrejön. De ez egy ilyen hú, és hát van egy-kettő nagyon... Én úgy mondanám, hogy kemény vagy súlyos vers, ami nem csak arról szól, hogy mondjuk itt szerelmes vagyok, hanem egy kicsit mélyebb szántó. Azt mondjátok el, hogy mikor láthatunk benneteket, hallhatunk közösen, és egyáltalán Rebusnak van-e olyan elvetélt gondolata esetleg, ami nem elvetélt lesz, hogy beszáll a családi duóba, és családi trió lesz. Hogy állsz a jazzszel? Én hallgatni nagyon szeretem, egyébként ezt minden egyes alkalommal hozzá kell tennem, de mint a saját hangszerem a fuvola, mint olyan, nekem annyira nem illik a képbe, hogy ezt nem tudom elmondani. Tehát én hallgatni se szerettem, hogyha valaki jazz játszik fuvolán, kipróbálni se szeretném. Nekem ez egy tök másik dolog, de egyébként tényleg nagyon szeretem a jazzt, meg ilyesmi, csak nem illik nekem ebbe. Akkor maradsz hallgatóként, uh-huh. Lelkes hallgatóként, és kritikusként, mert azt is elárulták a szüleit, hogy aztán megkapják tőletek a kritikát. Szóval mi az a nagy vágyatok, amit nagyon szeretnétek elérni zenében? Most azt nem mondom el, hogy nem kérdezem meg, hogy a magánéletetek. Én azt gondolom, hogy maradjon minden ilyen szép kerek, ahogy van, az apró döccenőkkel együtt is, de zenében mi az, amire nagyon vágytok, ami egyelőre még nincs meg, legfeljebb csak gondolatban? Hát mivel én már itt elhangzott az, hogy a hanyadik kerek születésnapunkat ünnepeltük meg, tehát az ember már itt, hogy mondjam, túl a delelőn, azért nincsenek ilyen, nem is tudom, ilyen álmai, ami, hogy most nem tudom, átviszi a Grammy-díjat, és nem tudom, tehát azért sokkal reálisabban látja mindenki, szerintem egy bizonyos idő után, hogy esetleg milyen lehetőségei lehetnek neki még a zenei pályaterén. Én szeretném, hát az persze lehetne talán több koncert is, de minőségi koncert, hát hogy jó egészségben legyünk, és tudjunk még
kreatívak lenni, hogy úgy, ha már testben nem is, de lélekben mindig úgy fiatalok maradni, és mindig van újat kitalálni, és menni előre. És mivel rengeteg fiatallal vagyunk körülvéve, ugye a növendékek és fiatal tehetséges zenészekkel, úgyhogy hát ezek megadják a kellő lökőerőt mind a kettőnknek, hogy amíg csak mozogni tudunk, addig próbáljunk valami kreatívat alkotni. Hát így legyen, és köszönöm szépen nektek. Mi is köszönjük a meghívást. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the color is high. Oh, your dad is rich, and your mother is good looking. So hush, little baby. Kultúrmozsák című produkciónk a Médiatanács támogatásával készült.